Jó estét kívánok! Alapvetően kosárlabdáról, de azért egy kicsit kézilabdáról is beszélgettünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban Balázs Imre, az Alba Régió SC és a Köfém SC elnöke. Jó estét kívánok! Köszöntelek, jó, köszönöm, hogy itt vagy. Hogy mondjam, tehát ha mondjuk egy sportvezető aktuális évének vagy szezonjának az aktivitását mondjuk a nyilatkozatokban vagy a témákban kell mérni, akkor lehet mondani, hogy az ennek te bekezdett rendesen ez a szezon, hiszen nagyon sokat beszélnek mostanában a kosárlabdáról itt Fehérváron, ami nyilván csak részben jó, gondolom egy részét is kerültétek volna, de hát abszolút a közbeszéd tárgya lett, úgyhogy nyilván nekünk is kell róla, annál is inkább, mert elég sok megkeresés is érkezik, elég sokan érdeklődnek, hogy itt hát az utánpótlásban kialakult helyzetben mikorra, hogyan lesz megoldás, és hát ugye ennek egyik kulcsa, úgy tetszik, a ti kezetetekben van. Most nagyon nem felelevenítve a történelmi előzményeket, ugye jelen pillanatban is két műhelyben zajlik a kosárlabda utánpótlás képzés Fehérváron, az immár szintén kosárlabda akadémiának minősített Alba Régia SC-ben, illetve a Dávid Kornél akadémián. Jelen pillanatban te most mennyire tartod ideálisnak azt a helyzetet, ami most van, vagy haladtok-e a tökéletes együttműködés és megoldás felé? Szeretném magam tartani ahhoz a véleményhez, korábbi véleményhez, amit előzőkben mondtam, azaz, hogy én nem a nyilvánosság előtt szeretnék ezeket a egyeztetéseket, ezeket a csatákat megvívni az alapítvánnyal, amennyiben ez csata, én úgy gondolom, nem az. Tudomásul kell venni azt, hogy jelenleg a közvéleményben kialakult egy kép, amely különböző szintre emelte ezt a problémát. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan szimpátia, illetve egyéni érzelem alapján döntöttek ahhoz képest, hogy ami a tények ismerete nélkül. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon határozott és nagyon komoly véleményem van azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet. Rendelkezésemre állnak nagyon sok dokumentum, információ az, ami egyébként a közvélemény számára nincs meg. Viszont én úgy gondolom, hogy ezeknek nem a fóruma, nem pedig a nyilvánosság, ez a klubnak a belügye. Én vállalom a felelősséget azért, amit mi csinálunk. Rengeteg olyan népszerűtlen tette van egy klubvezetőnek, ami a közvéleményt megosztja, vagy pro, vagy kontra. Én ezt a tettet felvállalom, mindazoknak az ismeretében, még egyszer mondom, ami nekem rendelkezésre áll. Én úgy gondolom, hogy a klub érdekében hoztam egy döntést, és emellett mi ki fogunk tartani, aminek az az eredménye, hogy két önálló, egymástól független szervezetben folyik a kosárlabda képzés. Én azt gondolom, hogy a jelen esetben ugye az Alba Régia klubhoz tartozó akadémia, illetve felnőtt csapat az egyik lába ennek a része, és egy jogilag ettől teljesen független második lába az, ahol folyik. Ettől függetlenül nagyon szurkolunk annak, hogy ott nagyon komoly munka folyjon a jövőben is, de én úgy gondolom, hogy a klub érdekei azt kívánják meg, hogy különálljon. Egy apróság még, amit nem szeretnék ebbe belemenni, de az, hogy én a világon el nem tudok képzelni egy olyan rendszert, ahol egy profi klubnak a nevezési feltétele, illetve az, hogy egy indulási jogosultsága egy osztályban, az egy harmadik félre kötendő megállapodástól függjön. Szerintem te se tudsz ilyet mondani, ez nem jellemző azért a profi sportra. Ettől függetlenül nyilván megállapodásokat lehet kötni, törekszünk a megállapodásra nyilván az alapítvánnyal, hogy minél gördülkebben működjön a két fél közre. De még egyszer elmondom, az az információ, amit jelen pillanatban érzelmi alapon hozott nagyon sok ember, és eldöntötte, hogy melyik oldalon áll. Én ezzel nem is nagyon szeretnék, és nem is akarok vitatkozni. Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, mindenkinek az álláspontját, de még egyszer elmondom, az az információ és tényekkel alátámasztott, dokumentumokkal alátámasztott helyzet, amit most én tudok, az mindenképpen azt kell, hogy eredményező klub külön utakon járjon. Én ezért vállalom a felelősséget. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy azok is vállalni fogják a felelősséget akkor és abban az időben az a helyen, akinek majd kell. Azért arra következtetek a szavaidból, hogy vannak olyan információk, amelyeknek te a birtokában vagy, illetve nyilván a klubnál vagytok, de ezeket nem feltétlenül akarjátok megosztani a nyilvánossággal. Elképzelhetőnek tartod, hogy lesz mégis olyan helyzet, vagy van-e ezek közt olyan, ami esetleg ebben a vitában szemben álló másik félre nézve lehet, hát nem tudom, terhelő, negatív, mert ezt az érzelmi állásfoglalást, amit említesz, ez most elég egyértelműen ugye inkább a másik félhez húzza az érintet, főleg a szülőket, ami hát lehet mondani, hogy valahol érthető, amikor ugye a gyerekeikről beszélnek. Ebben megint nem, tehát itt vannak megint olyan információk, amik azt gondolom, hogy a szülők számára sem teljesen egyértelműek és világosak.
És még egyszer nem nagyon szeretnék, és bármennyire szeretnék, nem fogom magam behúzni abba a zsákutcába, hogy megváltoztassam a véleményemet. Én azt gondolom, hogy igen, vannak, ez a klubnak a belügye. Addig, ameddig ezzel kapcsolatban nem születik olyan nyilvánosság elé tárható információ, ami arra vonatkozóan, hogy ezt mi a nyilvánosságra hozzuk, akkor majd elő fogunk jönni ezzel, de nem feltétlenül biztos, hogy kell. Én úgy gondolom, hogy van egy helyzet, amit a klubban belül, illetve az alapítványnyal közösen meg kell oldani. Ha sikerül, akkor azt gondolom, hogy tudta működni. Jelen pillanatban is tud működni egymással párhuzamosan a két szervezet, hiszen a Dávid Kornél alapítvány az egy önálló jogi személy, a sporttörvényben meghatalmazottak, vagy megfogalmazottak alapján megfelel minden kritériumnak, tehát utánpótlással foglalkozhat. Az Alba is szintén egy önálló jogi szervezet, aki szintén megfelel. Ugye most megkapta a fiúkra vonatkozóan az akadémiai minősítést, ami egyben azt gondolom, hogy elismerése azoknak a kollégáimnak, akik ebben dolgoznak. Tehát itt azért a független attól, hogy milyen szóbeszédek és milyen félreinformációk vannak, azért nagyon komoly szakemberek vannak a rehabilitációs, a prevenciós, az edzői stábtól, a spanyol edzők bizottság által javasolt képzőedzőn át. Tehát nagyon-nagyon komoly olyan szakemberek dolgoznak az Albában, akik jelenleg azért küzdenek, hogy minél jobb eredmény legyenek, és végre ténylegesen nagyon sok utánpótlás játékos kerülhessen be a felnőtt csapatba. Oké, a szerepeket persze ismerjük, nekem kérdeznem kell neked pedig válaszolni vagy hárítani. Ezzel együtt az azért nyilvánosságra került, és nem a részletekről, és nem is a másik vél, hanem a város részéről, hogy ugye a város is kinyilvánított, és szeretné, hogyha lenne rendes megállapodás. Ennek érdekében ugye ki is neveztek, ha lehet így mondani, vagy inkább felkértek egy közvetítő személyt. Úgyhogy a kérdésem az, hogy zajlik-e most bármiféle egyébként ilyen közvetítés vagy tárgyalás, ami esetleg azt ígéri, hogy tényleg egyszer ez nyugvó pontra juthat ez a hely. Természetesen, tehát folyamatosan egyeztetünk, hétfőn is lesz egy egyeztetés arra vonatkozóan, hogy a két szervezet hogy tud egymással együttműködni. Volt már korábban is, ugye volt olyan, hogy ahol átvizsgáltuk a mi helyzetünket, és történt ebben az alapítvány irányában történő elmozdulás. Én azt gondolom, hogy mind a két fél arra törekszik, hogy megegyezés legyen, mi is abban bízunk, hogy sikerül. Egy nehéz elvi és gyakorlati kérdés, nem tudom, szembeállása az, hogy neked, mint klubvezetőnek, vagy említetted is, nyilván elsősorban a klub érdekeit kell nézni. Ugyanakkor az utánpótlás az egy sokkal nagyobb, általánosabb dolog, az, hogy egy város imázsához hozzátartozó sportágban a gyerekek hogy tudnak játszani, hogy lehetnek belőlük akár felnőtt játékosok. Ez azért sokkal általánosabb dolog. Most te hogy érzed, hogy elsősorban neked mit kell képviselni ebben az ügyben? Tehát valóban a klub érdekei az első, és szemben állnak-e ezek mondjuk a fehérvári utánpótlás, a fehérvári kosárlabda általános érdekeivel? De szerintem nem akarok szerepeket felcserélni, de nem úgy van, hogy klub meg utánpótlás. Van a klub, amelynek egy része az utánpótlás. Tehát azért, és nem akarok még egyszer belemenni, tartom magam az utánpótlást, de azért itt az elmúlt 20 évben 3 év volt olyan, amikor nem volt a klubnak saját utánpótlása. Mindig volt a klubnak saját utánpótlása, mindig rendelkezett korosztályos csapatokkal, mi ezt szeretnénk visszaállítani. Ennek a módjában is, a mikéntjében van véleménykülönbség a felek között, tehát szó nincs arról, hogy a klub szeretné az akadémiát visszaszorítani, vagy ellehetetleníteni, nem erről van szó, arról van szó, mi szeretnénk visszaállítani egy állapotot. Nem választanám kettő. Az én szemszögemből mind a kettő nagyon fontos. Tehát azért az elmúlt időszakban én több mint 10 éve dolgoztam utánpótlásban, és abban az időszakban, amikor én nem volt tagú, tehát azért akkor ténylegesen az ember az utánpótlással dolgozott, tehát abszolút elfogult vagyok a gyerekekkel. Az én szememben és az én felfogásomban ez egy egységet jelent, a felnőtt csapat és az utánpótlás. És ha már egységről beszélsz, hogyha mondjuk kívülről néznél egy várost, egy nagyjából 100 000-es város, nem mint klubvezető, hanem akár külső szemlélő, akkor mit mondaná egyébként, hogy egy ekkora városban szükség van, elbír egy sportágon belül két akadémiát? Ennek az eredetesen nem az én tisztám. Ezt a szövetség jelenleg a mai állapotok szerint eldöntötte, hogy a lány vagy női akadémiát az alapítványnak ítelte, a fiút azt az Albának. Ettől függetlenül mind a kettőnek joga van akár lányokkal, akár fiúkkal foglalkozni. Ha megfelelő minőségben és megfelelő színvonalon lehet a gyerekekkel foglalkozni, akkor szerintem többet is elbírna. Itt maga az akadémia megnevezés, illetve hogy miért van ez akadémia, az egy kell körülhatárolni. Hát, kérdeztem úgy is persze akadémiát, függetlenül, hogy két utánpótlás műhely, és beszélünk a kosárlabdáról általánosságban, tehát most férfit, nőit nem akarom különvenni, a szükséges egy ekkora városban, ott, ahol azért nyilván erősen limitált a gyerek létszám.
Ugye ez azért vett fel különböző kérdéseket, mert nagyon nagy a konkurencia. Tehát nem csak a két szervezet konkurálni fog akkor egymással, hanem igazából itt van a labdarúgás, jégkorong, és arra hatnám a többit. Tehát ebben az esetben ugye az elszívatás mindig van. Az élet el fogja dönteni, hogy jelen pillanatban tud a két szervezet egymás mellett dolgoznia, vagy sem. A szülők el fogják dönteni, hogy melyik szervezethez fognak csatlakozni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban mostani állapot szerint az a együttműködési alap, hogy a két szervezet egymással párhuzamosan működik. Van egy olyan vonzata is ennek a dolognak, és itt egy kicsit akkor már közelítünk a felnőtt csapathoz, hogy ti azért egy-két évvel ezelőtt nyíltan egy úgynevezett brandépítésbe kezdtetek, hiszen szeretnétek, hogyha egy mindenki felé beazonosítható, vonzó, pozitív jelentéstartalmal bíró dolog lenne az, amit Fehérváron kosárlabdának, Alba Régia SC-nek, adott esetben Alba Fehérvárnak nevezünk. Nyilván, aki ilyet csinál, azt szereti, hogy tényleg ez pozitív tartalmak társulnának. Nem érzed-e úgy, hogy ez a fajta vita, ami most van a helyzet az utánpótlásán belül, ez ennek is árt? Hiszen például sokan mondták azt, hogy itt a keddi nemzetközi kupameccs nézőszáma például ezért volt kevés, mert most egy kicsit sokan vannak, akiknek nem vonzó, és ezzel is fejeznek ki egyfajta érzelmi hovatartozás. Szerintem nem. Ha azt nézzük, hogy kevés volt a néző, ez így van, ez tény. De egy hétközi mérkőzésről van szó, egy olyan hazai mérkőzés elvesztése után, és egy nemzetközi, illetve egy idegenben lévő vesztes mérkőzés után, ahol azért az emberek Magyarországon inkább a sikernek szurkolnak, nem pedig a csapatnak, azért tudomásul kell venni. A bérleteladások egyáltalán nem azt jelzik, hogy bármilyen szempontból a szurkolók elálltak volna a csapattól. Lehet, hogy vannak olyan személyek, ahogy említettem, érzelmi alapon döntenek, és a Kornél személyiségét, mint sportoló és mint egy remek sportember látják benne, amivel nincs semmi baj, ezt mi tudomásul veszük, tiszteletben tartjuk. A bérleteladás nem tükrözi, még egyszer mondom azt, hogy itt elfordultak volna a kosárlabdától. Én azt gondolom, hogy a csapat, ahogy fokozatosan belelendül és visszanyeri azt a formát, amit a felkészülésre néhányszor láttunk tőle, vagy ott legutoljára mondjuk a nemközi mérkőzésen, akkor újra terjedsz a csarnok. Ugye az egy nehéz helyzet, hogy nagyon sok bérletesünk van, a bérletesek nem mindig jönnek el a mérkőzésekre, és sajnos a csarnok műszaki állapota nem teszi lehetővé azt, hogy azokra a helyekre, amikor azok a bérletesek nem jönnek, plusz helyeket értékesítsünk. Tehát ezért van az, hogy időnként üresek a látók, de még egyszer elmondom, ha összehasonlítjuk az elmúlt évek eladási, bérleteladási statisztikáit, azok folyamatos növekedést mutatnak. És összességében ezzel a brandépítéssel, amiben kezdtetek, jelen pillanatban mennyire vagy elégedett? Hol látsz előrelépést a kezdeti állapotokhoz képest, és mik a következő feladatok? Ugye amiért mi ezt belevágtunk ebbe a brandépítésbe, az az volt, hogy maga a város sportért befektetett energiája és sportért történő aktivitása, az valahol a nemzetközi kupában nem tükröződik vissza. Nagyon sok fehérvári csapat esetében ugye valamelyik cég névhez kötődik, vagy kötődött a sportkluboknak az elnevezése, és ahogy változott a cégek, kikerültek, vagy nem voltak már szponzorok, ugye attól függően ugye ez megváltozik. Mi szeretünk volna egy olyan standard nevet használni, amelyet az elkövetkező években mind Magyarországon, mind pedig Európában a fehérvári sporttal, azon belül vagy a kosárlabda, vagy esetben mondjuk a gézlabdával azonosítanak, tehát ezért kezdtünk bele. Nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz munka. Ehhez kapcsolódik nyilván a Kornusz Egyetemmel való együttműködésünk, kapcsolódnak hozzá több partnerrel való együttműködésünk. Az alapokat azt gondolom, hogy elkezdtük, nagyon-nagyon sok minden van hátra, nagyon sok visszacsatolás van plusz és negatív oldalon, hogy mi az, amiben változtatnunk kell, nyilván ezt figyelembe kell venni, de nagyon bízom benne, hogy 2020-21-re az a csarnok, amit ugye tervezünk, elkészül, az egy óriási lökést adhat ennek az egész brandépítésnek. Jelen pillanatban ugye csak a fiú csapatunk szerepel nemzetközi kupában, és most már egyre inkább azt gondolom, hogy egy, de azt nem mondom, hogy főszereplője, mert az egy kicsit erős lenne, de egy állandó szereplője a nemzetközi kupának. Bízunk benne, hogy ha lesz alkalmas csarnok, akkor a női kézilabda is visszakerül a nemzetközi vérkeringésbe, és akkor van két olyan csapat, ami azt gondolom, Európa különböző országaiban azt a fajta városi segítséget megpróbálja visszaadni, amit kapunk az önkormányzattól. A létesítményre mindjárt még azért visszatérünk, ha már erről beszéltél, előtte még annyit, hogy ebbe a brandépítésbe tartozik, vagy viszonylag új fejlemény, ugye, hogy most már online webshopja van a klubnak, hogy ajándéküzlet, amik olyan részei a világ sportjának gazdaságilag boldog helyeken, amik azért komoly gazdasági bevételt, illetve alapot is jelentenek.
Én azt gondolom, hogy ezt Magyarországon még egy sportklubtól várni illúzió, hogy önállóan saját gazdasági forrásokat kitermelve akár megálljon a lábán, de mennyire érzed azt, hogy, hogy esetleg később akár ennek, akár a brandépítés egyéb eredménynek köszönhetően kicsit el tud szakadni a város emlőitől, vagy kevésbé lesz rászorulva a klub? Mindenféleképpen az a törekvésünk, hogy, hogy saját lábán megálljon a klub. Jelen pillanatban a város által adott támogatás a klub költségének kb. 25%-át jelenti. A város nem tulajdonosa a klubnak, viszont egyik legfontosabb és legnagyobb partnere. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, ha az a fajta elkötelezettség nem lett volna meg a várostól, a város vezetőitől a kosárlabda irányában, ami megvolt, az a türelem, az a hozzáállás, most nem beszélgetnénk kosárlabdáról, azért hozzá kell tennem. Maga a brand építésénél ugye ott nagyon-nagyon fontos az is, hogy említetted a webshop tekintetében. Én szerintem a klubok saját bevételei Magyarországon nem érik el az 5-10%-ot az ebből befolyó bevételek. Tehát ez még nem egy olyan lába, amivel azt gondolom, hogy lehet alapozni. Sajnos a fizetőképes kereslet az, az nagyon-nagyon limitált, és ebből adódóan ebből komoly bevételeket nem lett. Van még néhány olyan elkövetkező időszakban olyan teendőnk, amiket szeretném megoldani, de vagy a csarnoknak a műszaki állapota jelenlegi kialakítása nem teszi lehetővé azt, hogy bizonyos fajta helyzetekben előrelépjünk, akár online értékesítés, vagy stb. Ezért megpróbáljuk az adott keretek között a maximumot kihozni. Én azt gondolom, hogy most arra törekszünk, hogy, hogy azok a partnerek, akik azért folyamatosan nőnek, és a klub saját bevételei, tehát a támogatóktól, szponzoroktól származó bevétel azért az 50%-ot elér, ami azt gondolom, hogy egy jelentős bevétel, tehát nem, nem az önkormányzat és az állami támogatás, az SZRT és támogatás jelenti a főlábat most már, azok folyamatosan nőjenek, azok a partnerek, akik ebben benne vannak, kapják vissza azt, amiért befektetnek a sportba, és bízunk benne, hogy ez végülis tényleg, azt nem mondom, hogy teljesség szemben a saját lábára, mert ez illúzió lenne, de minden inkább egy önállóan működésre legyen lehetőség. Mindenkori futballkapus, nem szeretem a következő kérdést ilyen sportszerűtlen rácsúszásnak éreznéd, és nem azért térek most egy pillanatra vissza a beszélgetés elejére, hogy megint ezt a utánpótlás témát melegítsen fel, hanem hogy a TAO-ról, ha már itt beszélünk a bevételeknél, klubvezetőként, mennyire tartasz attól a, hát nem tudom, mennyire közel, mennyire távoli jövőtől, amikor a TAO-t esetleg kivezetik a piacról, mert sok minden bevételről beszélünk, de hát azért azt mindenki tudja, aki kicsit benne van a magyar sportban jelenleg, hogy ezt manapság gyakorlatilag nem úgy mankóként, de majd tőlem egyik lábként használja a legtöbb sportegyesület. Az, aki ezt a felnőtt csapat, profi csapatnak a finanszírozása használja, igen, azt komoly veszély fenyegeti. Azért azt tudni kell, hogy rengeteg kritika éri a TAO-t. Én azt gondolom, hogy maga a TAO bevezetése volt azért a magyar sport óriásit fejlődött. Sajnos, és ezt tudom, el kell ismerni, kritikaként el kell ismerni, hogy az utánpótlásból nagyon-nagyon kevés játékos kerül fel. Nem csak kosárlabdában, kézlabdában, labdarúgásban, sorolhatnám a többit. Nagyon-nagyon kevés az olyan játékos, aki a befektetett összegekhez képest, mondom ezt. Viszont azt is tudomásul kell venni, hogy ma mondjuk egy kosárlabda utánpótlás játékos éves működése költsége egy játékos vett, az több mint 600.000 forint. Tehát a TAO nélkül ma elképzelhetetlen lenne az, hogy ezek a játékosok ilyen körülmények között, ilyen edzőkkel, ilyen váltott vagy külföldi tornákon tudjanak részt venni. Tehát abban a pillanatban, hogy ez kivezetésre kerül, elsősorban, úgy gondolom, az utánpótlás sport fogja ezt megsínleni. A szülők, ha most hozzáveszünk, ez azt jelenti, hogy egy szülőnek 50.000 forint lenne a havi tagdíj, amit fizetni kellene az utánpótlásért. Ez elképzelhetetlen szerintem a mai világban. Tehát ez egy óriási segítség abban, hogy, hogy ahhoz képest mondjuk a tizedét fizetik tagdíjként a szülők. Ez is nagy megterelés szerintem adott esetben néhány családnak. De a TAO nélkül az utánpótlás ott teljesen visszafejlődik. A felnőtt csapatsportág tekintetében ugye a TAO bevezetésével sajnos a szponzoráció az nagyon-nagyon visszaesett, tehát a cégek nagy része azt gondolja, hogy a TAO támogatást nyújt egy sportklubnak, azáltal legtudta már a korábbi szponzorációs támogatását is, tehát amennyi jót hozott a profi sportban, annyi rosszat is. Én azt gondolom, hogy a TAO felhasználása, felelőssége az minden esetben a klubvezetőnek a adott felelőssége, tehát az, hogy azt a forrást, azt a lehetőséget mire és hogyan fordítja, az mindenképpen neki kell róla elszámolni. És akkor, hogyha van TAO szerencsére még az utánpótlásban, ahogy korábban említetted, van színvonalos szakmai munka, tényleg magasan képzett, akkreditált szakemberekkel, akkor mikorra teszed azt, hogy mondjuk a fehérvári kosárlabda utánpótlásból, akár a klubéból olyan tehetség kerül ki, akit a szurkolók sajátjukként ünnepelhetnek a felnőtt csapatban?
Ugye most is van 7-8 olyan játékos a klubnak, akik ugye az eddig utánpótlás rendszeren nevelkedve már profi szerződéssel rendelkeznek, kiemelten kezeljük, kiemelt tehetséggondozásként kezeljük őket, tehát minden olyan pluszt, amit egyébként azon, hogy egy játékos megkaphat a felkészítését, a felkészülése során prevenciós szakembertől kezdve a pszichológuson át a egyéni képződésre mindent megpróbálnék megadni. Nagyon bízom abban, hogy az egyetemi együttműködéssel nem fognak esetleg másról tanulni, mert azt nyilván nem tudjuk befolyásolni. De tudunk alternatívát nyújtani olyan értelemben, hogy ott tudjanak egyetemre menni, amelyik ezt szeretné. És nagyon remélem, hogy ebből a társaságból egy pár ember, egy-két éven belül már azt tudom mondani, hogy tagja lehet a felnőtt csapatnak. Mindegyik hosszú távú szerződéssel rendelkezik a profi csapattal, tehát én abban bízom, hogy folyamatos a beépülésük lesz, és egyre inkább kötődnek majd nyilván ehhez a csapathoz, és ezáltal a szurkolóknak is lesz egy olyan kialakult kötődés, amit ugye mindig is szeretnének, hogy a mi csapatunk. A létesítményről annyit, hogy ugye pont a héten került nyilvánosságra, hogy az új multifunkcionális sportcsarnok milyen összegből épül, úgyhogy most ez futott egy kört a közvéleménynél, hogy milyen nagy új csarnoka lesz Fehérvárnak, de ez nem az a csarnok, amit a kosarasok használni fognak, legalábbis hát rendszeresen biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy szóval róla, hogy egyszer-egyszer. Valóban szükség van az új kosárlabda, kézilabda csarnokra, és ugye amit most látunk, hogy végül is a kosarasok otthona az méreteibe megfelel, mert azért nem kell attól tartani, hogy szétfeszegeti a tömeg. A kézilabdás lányoknak is azért nincsenek óriási közönség problémáik. Mi az, ami indokolja, hogy a most megépülő új csarnok mellett hamarosan egy másik új is épüljön? Nem feltétlenül azért kell új csarnokot építeni, mert szétfeszíti a tömeg. A fehérvári kézilabda csarnok, a Köfény sportcsarnok jelen pillanatban alkalmatlan első osztályú mérkőzések megrendezésére. A Nemzetközi Szövetségtől már megkaptuk azt a levelet, hogy ott nemzetközi mérkőzés nem lehet. A Magyar Szövetség, mivel nincs más szabványméretű csarnok Székesfehérváron, ami első osztályú bajnoki mérkőzésre alkalmas, ezért még engedélyezi, de például a Magyar Televízió nem tud közvetíteni, mert nincs elég villany, amiből ezt meg tudná oldani. A fűtésről már nem is beszélek. Tehát nem feltétlen az önélek, hogy hány ember van. És mondok egy példát, Érden, amikor még tornateremben játszottak, akkor sem volt el a csarnok, amikor átvitték egy komoly létesítménybe, akkor mondjuk megtisztelődött a nézőszám egyik pillanatra a másikra, mert azt a szolgáltatást megkapták a nézők, amit egyébként el is várnak. A kosárlabda tekintetében, ha folyamatosan nemzetközi kupában szeretnénk szerepelni, és azt gondolom, hogy komoly terveink lennének egy megalapozott hosszú távú működéssel, akkor 2020-tól 2000 fő alatti csarnokban nemzetközi mérkőzést nem lehet rendezni. Ez a csarnok nincs 2000 fős, tehát innentől kezdve a csarnokban nem lehet ilyen jellegű mérkőzést rendezni. A megépülő új nagy csarnok pedig méretéből, szerkezetéből adódóan, ugye mivel jégkorong alapú lesz, olyannyira messze van a nézőktől az általam látott tervek alapján a játéktér, hogy élvezhetetlenné válna a mérkőzés. Ha ráadásul jégkorong folyamatosan szerepelni fog, illetve rendezvények lesznek, akkor egyszerűen nem lehet működtetni. Most is létesítmény problémákkal küzdünk, hiszen most jelen pillanatban a város egyedüli rendezvénycsarnok az Alba Régia sportcsarnok. Egy héten kétszer-háromszor minimum olyan önkormányzati, városi vagy egyéb rendezvény van, hogy akár a felnőtt csapatnak a felkészülése is máshol kell megoldanunk. Tehát éppen adódóan ezen azt gondolom, hogy egy olyan hiánypotló méretű sport is menjön létre, amire mindenképpen szükség van. És mikorra lesz ez meg? Hát ugye a város a döntést erre meghozta, az egyetem ezt a döntést meghozta, tehát ez egy olyan tudásközpont, egy olyan kiválóságcentrum jön létre az egyetemmel közösen, amely ugye az egyetem is használni fog. Reményeink szerint, hogyha a TAO feltöltésig, ugye ez TAO beruházásból valósul meg, aminek az ő részét a város biztosítja, plusz a területet, akkor reményünk szerint ez 2020-ra sikerül tető alá hoznunk. 2020 évvége, 2021 elejére tervezzük az átadását. Ez egy 3000 fős csarnok, a lehetőség szerint a legmodernebb eszközökkel, ami minden előírásnak megfelel. És akkor, ha a csapatokról beszélünk, akik részben ilyen kényszerítő körülmények között mondjuk nem játszhatnak nemzetközi mérkőzést, akkor azt is lehet mondani, hogy mondjuk egy női kézilabda csapat jövőjét alapvetően meghatározza. Lesz-e más csapatépítési filozófiátok, lesz-e erősebb csapat azáltal, ha mondjuk a körülmények javulnak? Én azt gondolom, hogy mi építkezni próbálunk. Tehát ha már egyszer ilyen összegek folynak be az utánpótlás nevelésbe, és ennyi gyerek sportol a két szervezetben,
három szervezetben, bocsánat, a kosárlabdában ugye kettő is van, akkor mindenképpen az egy jogos elvárható, hogy egy idő múlva ezek a gyerekek a felnőtt csapat tagjaival váljanak. Már a kézilabdában erre abszolút példa van, tehát jelen pillanatban a csapatnak több mint az 50%-a a saját nevelésű játékos, és nagyon sok tehetséges gyerek van, akit még be tudunk építeni. Jelen pillanatban nincs értelme egy olyan célt hajszolni a kézilabdában, hogy felvegyük a versenyt olyan pénzügyi lépként nálunknál jóval erősebb klubokkal, ahol mondjuk esetleg egy 50-100 milliós plusz forrás bevonásával sem biztos, hogy egyébként nemzetközi kupa szerep is érhetünk el, és azt a blamát meg nem szeretnénk, hogyha bejutunk netán, akkor azt mondják, hogy nem lehet játszani. Volt itt nemzetközi mérkőzés, amikor bejött mondjuk az orosz válogatott, és megkérdezte, hogy nagyon jó, de hogy hol lesz a mérkőzés. Tehát ezt a szégyent mi nem szeretnénk elviselni, ezért azt gondolom, hogy most a fiatalok beépítése van, nagyon jól szerepelnek, tehát azt gondolom, hogy a mostani hetedik helyünk az egy abszolút reális helyezés a árérték arány tekintetében, és bízom benne, hogy sikerül. Hogy tudunk-e majd lépni, és tudunk-e majd mind a két csapattal egy olyan szintet elérni, amit egyébként mi célul tűztünk ki, és sok mindentől függ, többek között az, hogy minél több lábon álljon mind a két klub. És akkor a legvégén a kosarasokról még annyit, hogy ugye ott megvan az európai kupa szereplés, hogy szerencsére az utóbbi években folyamatosan, most már zsinórban ez lesz a harmadik, a negyedik ilyen szezon. Mennyi esélyt látsz rá, hogy a klub legalább azt nem csak a nemzetközi, hanem a hazai szereplést tekintve is meg tudja ismételni, amit az előző idényben elért? Nagyon szeretném. Tehát önmagában azért az óriási költséget jelent, és óriási problémát jelent a klubnak ennek a források előteremtése, főleg úgy, ugye, hogy mondjuk 2-3 nappal a mérkőzés előtt derül, hogy el kell repülni mondjuk Ukrajnába, és éppen nincs repülőjegy. Tehát ott azért vannak elég komoly problémák. Én nagyon bízom, hogy a csoporton túl tudunk jutni a csoportmérkőzéseken, ugye ismerve, hogy kik vannak szerepelni, azt gondolom, hogy a Várizével lennénk párhazban a továbbjutásért, és meglátjuk, hogy olyan sikerül, minél tovább szeretnénk jutni. Én azt gondolom, hogy abból szeretnénk, és magát a nemzetközi kupát azért szeretnénk, hogy felkészítse a csapatot arra, hogy a bajnokság végén és a kiélezett mérkőzésekben jó szerepeljünk. Köszönöm szépen, hogy bejöttél, beszéltél, és sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig most még egy kis futást kínálunk, mert hogy a hétvégén ismét 10 000-ek futottak Magyarország legnagyobb futó eseményén, a Budapest Maratonon, és a Fehérvár Média Centrum is ott volt, ezúttal nem forgatni, mint kiderült, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A 33. Spár Budapest Maraton Fesztivál minden eddigi létszámcsúcsát megdöntve újra a hazai legnépesebb szabadidős sportrendezvénynek bizonyult. A két napjára összesen 33.495-en nevezte. Már az első napján több mint 19 000-en húztak futócipőt az 500 métertől a 10 kilométerig sorjázott távokon. Káprázatosan éreztük magunkat. Fiam nagyon erős tempót diktált, de valahogy megpróbáltuk tartani. Hogy tetszett neked a mai nap? Nagyon jól. Ez volt az első kis futóversenyed? Nem. Volt valamikor egy maratonom volt azért. Mi meg részt veszünk, amint csak lehet így családilag is. Nekem holnap a maraton. Jössz apának szurkolni holnap? Igen. Vasárnap egy mezőnyben 3 hullámban indult neki a több mint 6800 egyéni nevező, 700 páros és a közel 1200 maraton staféta első embere. Köztük 96 ország több mint 5000 vendégfutója. Az útvonal jelentős része a Duna mellett vezetett, így a futók elhaladtak a Gellért-hegy, a Várkert-bazár, a Parlament, a Budai Vár mellett is. Az útvonal 12.195. méterénél csatlakoztak a mezőnyhöz a 30 kilométeres betétszám futói is. Magyarország minden harmadik településéről érkeztek jelentkezések, és Pest megyét nem számítva Fejér megye vezeti a létszámrangsort 208 maratoni és 47-30 kilométeres befutójával. A legjobbsabb Fehér megyei maratonisták Janota Zoltán és Juvanzic Edina voltak. A Fehérvár Média Centrum csapata is kitett magáért. Mi a vonzó egy futóversenyben egy egykori válogatott triatlonosnál? Hát pont az, a régi szép időknek az emlékei. Nyilván ma már más időt fut az ember, meg más a cél tulajdonképpen. Ugye amikor még komolyan sportoltam, akkor nyilván versenyeztünk, és az elébe kellett lenni. Ez most is egy verseny, csak most az ember sokkal inkább saját magával
küzd, és saját magát próbálja legyőzni, ami egyébként szerintem sok szempontból még nehezebb is, mint másokat legyőzni. Tehát én voltam 130 kiló, 82-vel hagytam abba a triatlont, aztán 130-ról először lejöttem 105-re, majd megint kicsit visszamentem ilyen 120 közelébe, és aztán tavaly jöttem le ilyen 90 és 95 közé, pontosan a tavalyi Budapest maraton miatt. Miért vonzó egy maraton? Nekem azért régi álmom volt, van két kislányom, és akartam, hogy lássák, és tavaly is itt voltak, tavaly így futottunk be, most is itt voltak a célban, és igazából nekem még nagyon nagy motiváció, hogy ők ezt lássák, illetve akartam maratont futni, tehát ez bennem volt, most már csak én egyszer egy jó maratont futni, ami mondjuk 3 óra eleje, most 4 óra 7 perc, gyakorlatilag másodperc annyi volt, mint tavaly. Persze nem minden induló célozta meg egyéniben a klasszikus távot, hiszen a 30 kilométeres betétszám mellett stafétában és párosban is lehetett osztozni a 42 kilométeren. Hát most már nem is tudom, 5.-6. éve minden évben vagyunk itt a cégtől, és most már büszkeség, hogy már két csapattal jöttünk, úgyhogy összesen 8-an voltunk, ráadásul a 8-ból 2-en a teljes maratont futották, úgyhogy igazán nem lehet azt mondani a Fehérvár Média Centrumról, hogy ne lenne kellően sportos. És hát itt megszervezzük 2-3 minden évben a csapatokat, a váltókat, most már tényleg lassan túljelentkezés van. Nyilván ez nem olyan verseny, ahol tényleg az eredmény számít feltétlenül, hogy hanyadik leszel, vagy mennyi idő alatt teljesíted, de hogy nagyon sokan vannak, akik hasonló őrültek, és hasonlóan szeretik ezt a dolgot, ez baromi jó érzés megérezni, és újra átélni. Nekem különösen izgalmas élmény volt, mert most voltam először, és most voltam, futottam először váltót, úgyhogy nekem egyelőre az volt a nagy kívás, hogy megtaláljam a váltótársamat, de ez sikerült. Amúgy meg gyönyörű helyen futottunk, és nekem különösen tetszett ezek a kis zenekarok, akik ott egy kicsit doppingolták, és tovább vitték az embert. Nagyon jó hangulatú verseny. Már másodjára vagyok ilyen rendezvényen, akkor kisebb távot futottam, most én voltam a negyedik. Szóval az utolsó 12,2 kilométert futottam, ami talán egyébként a legszebb része volt a futásnak, úgyhogy tényleg akkora csapatszellem van, akkora hangulat van, ami hajtja az embert, és mikor már úgy érzi, hogy meg akar halni az utolsó kilométeren, akkor is viszi tovább azt, hogy menni kell. És aztán meg nagyon inspiráló, hogy ki vannak írva, hogy már csak 300 méter, már csak 200 méter, és hogy mindig még is szurkol, úgyhogy szuper volt. Másodjára voltam itt a Fehérvár Média Centrum színeiben, máshol már is szintén versenyeztem, de Spár maratonból ez a második, amin részt vettem, harmadikként futottam, tehát én voltam a harmadik váltó, igen, és inspirált nagyon, hogy a Kajzer Tomi, aki ugye maratont futott, végig szinte előttem volt, és az utolsó néhány száz méteren veszítettem szem elől, és amikor elhagyott a szusz, akkor arra gondoltam, hogy neki minden bizonnyal sokkal nehezebb és sokkal rosszabb, de nagyon sokat segített, hogy ő előttem futott. Motivált arra, hogy elindulj ezen a 30 kilométeren. Ahogy a pólom is mutatja, én a kékvonal futócsapatának a színeiben jöttem. Már ez a harmadik éve, hogy futócsapatként működve is itt vagyunk a Spár maratonon, úgyhogy igazából nekik gyűjtünk adományokat, és náluk vagyok én is ügyelő. Nyáron kezdtem intenzíven készülni, és a felkészülés egy fontos állomása a Vizer fél maraton volt, ami szuper jól sikerült, úgyhogy nagyon lelkesen jöttem a 30-ra is. Hold pont az nekem valahol ilyen 23-4 kilométernél jött el, amikor már a fél maratonos távon itt túl voltam, és már érzem, hogy mindjárt közel a cél, és amúgy nagyon tetszett az egész pálya. Pici emelkedőkkel, kevés macskakövel, nagyon jó pálya volt. Milyen távot teljesítettetek itt a mai nap folyamán? Kétszer fél maratont, úgyhogy elosztottuk ezt a maratoni távot. A Krisztián kérésére, mert ő meg tudta volna egyedül is csinálni, de ő azt mondta, hogy szeretne társaságban futni, meg hogy jól esőt futni, és ezért elosztottuk. De az igaz ügy érdekében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jó voltából, és az ő csapatokat erősítve futottuk le a mai maratont. Közben jobb volt, mint amit vártam. Nekem tényleg a bagancslistámon fönn van a maraton. Koko már 16-on is túl van, ha jól tudom. Nekem még nem sikerült teljesítenem. Jókor jött a Kokonak a telefonja, és tényleg nem ezt érjél futottunk. Ilyenkor az ember sokkal jobban motiválja magát. Van valakiért meg valamiért futni. Úgyhogy szívtam magamat, és azt gondolom, hogy magamhoz képest egész jó időt sikerült futnom. Meg nagyon jó idő volt. Tökéletes futóidő volt. Nem volt túl meleg, nem volt túl hideg. Jó volt a pálya, kedvesek voltak a szervezők, a segítők, úgyhogy szerintem jó leső futással végezte mindenki a mai napot. A maraton mottója, hogy mindenki győztes, aki célba ér. A 33. Spár Budapest Maraton Fesztiválon pedig mindenki nyertes volt, bármelyik távot is teljesítette. Így megérdemelten akasztották nyakába az egyedi érmet.